Immáron 8. alkalommal rendezett kabátos tárlatvezetést a Vosinszky-Mor megyei múzeum. Ezúttal Vizi Márta régész főmuzeológus vezette körbe a jelentkezőket a Vármegyeházán. A régész most egy 10 évvel ezelőtt keletkezett tárlatot mutatott be. A Vármegyeház a felújítása és a Béla Király tér felújítása zajlott itt 2-3 évig. A Vármegyeház felújítása során a dr. Gere László által készített hatástanulmány nyomán ebben a térben az akkor illetékes intézmény a kulturális szakszolgálat régészei, így Petkes Zsolt volt az, aki szondázó ásatást végzett. Ehhez ugye tudni kell, hogy a szekszárdiak számára nagyon régóta ismert bencés apátsági romok nem csak így önmagukban léteznek, hanem Első Béla egy apátságot alapított itt a városban, és ehhez ugye a templomhoz egy kolostor épület is csatlakozott, és ami még érdekesebbé teszi a történetet, hogy a 67 és 70 között elvégzett kutatások során kiderült, hogy két fal az apátsági templomnak az északi oldalára benyúlik az épület alá. Most Kozák Károlynak annak idején nem volt lehetősége megkutatni ezt a falat, de a felújításkor fölmerült annak a lehetősége, hogy mégiscsak próbáljuk meg. A szekszárdiak számára többször merült már fel a kérdés, hogy hol temették el Első Bélát, hiszen az uralkodó sírját még a mai napig nem találták meg. Elvileg ugye az apátsági templom közepén, a szentély táján előfordulhatna, hogy ott lenne a sír, de ugye tudjuk jól a források alapján, hogy az uralkodót nem tudták az apátsági templomba eltemetni, mert hogy nem volt kész. És egy olyan helyet kellett keressenek, ami megszentelt hely volt. Az abban az időszakban a településnek a plébánia temploma lehetett. Most régészetileg azt sem tudjuk igazából, hogy hol található ez az egykori plébánia templom, viszont Kozák Károly feltételezte, hogy az apátsági templomot úgy építették meg, hogy valahogy ehhez csatlakozott egy ma azt mondjuk, hogy jellegzetes félköríves záródású téglalap alakú kis templom, és azt gondolta, hogy a két kinyúló fal, amit az udvarra kiment, az ennek a templomnak a maradványa. A hely azért is sajátságos, mert az elmúlt 1000 év alatt számtalan átépítés történt. Itt nagyon-nagyon sok minden történik, aminek a ma látható egyik maradványa az, hogy itt áll a Pollak-féle vármegyeháza. És ez a kis kápolnák szempontjából azért érdekes, mert a mai udvari fal, az pontosan keresztül megy a kápolnán, ezen a gótikus kápolnán, és tulajdonképpen ketté is vág egy ott található kriptát. Ami még számunkra nagyon érdekes itt ebben az egész történetben, ami még talán mindig nem ismert minden szekszárdi számára, hogy itt egy vár is állt a Béla király térnek nevezett dombon. Az, hogy ennek mi köze van ehhez a kis kápolnához, azzal tudnám érzékeltetni, ugye, hogy abban a korban, amikor itt a különböző tatár meg egyéb veszélyekre hivatkozva, hogy a szükség volt váraknak a képítésére, akkor itt Szekszárdon az apátságot erődítik meg. A várnak az északi oldalán van egy ilyen ficak. Na most ez a ficak, ez pontosan ez a kis kápolna, a kápolnának az északi oldala, és bár itt nem igazán látszik, de a kápolnának a nyugati széléhez itt csatlakozik egy csonk, és ez csatlakozik kint az épület előtt látható várfalhoz. A szakember szerint a Béla király téren álló épületek egymás tetejére épültek, és az idők folyamán volt, amit megtartottak, volt, amit elbontottak, és volt, amire ráépítettek. A tárlatvezetéssel tehát a régész célja az volt, hogy bemutassa, hogyan is változik Szekszárd történelmi belvárosát képező domb. Azon kívül, ugye, hogy itt látjuk tehát a helyreállított kápolna falat, a térben ugye nem csak ilyen falak, meg
falmaradványok kerültek elő a különböző kutatási fázisok során. Mindig el szoktam mondani, hogy ugye olyan fura címe van ennek a kiállításnak, mert az a címe, hogy és mi újság a Béla téren. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor ugye itt a munkák zajlottak, akkor általában, ha ismerősökkel találkoztam, akkor mindig ez volt a kérdés, hogy na, és mi újság a Béla téren? Ugye ennek volt egyrészt egy olyan vonulata, hogy jaj, mi ez a sok érdekesség, vagy mi mindent találtatok. Hát meg a másik természetes kíváncsiság, ugye, hogy mikor lesz vége itt ennek a felfordulásnak, ami a téren zajlik. Én minden esetre inkább mindig ezt az előző, legelső verziót fogtam föl, és igazából azt gondolom, hogy valószínűleg, hogy ez is volt a nagyobb dolog, mert a különböző időszakokban, akár múzeumok éjszakáján, vagy adott eseményen, akkor mindig van érdeklődő, aki kíváncsi arra, hogy mi újság a Béla téren.